Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy félkezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert. Állj ide középre. Aztán megkérdezte a körülállókat. Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni? Életet menteni vagy veszni hagyni? Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva, haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet. A beteg kinyújtotta kezét és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét. Ezek az evangélium igéi. A mai evangéliumban jól ismert, sűrűn előforduló témák jönnek elő, mint a farizeusok, a Jézussal való szembenállások, a szombat, a szombatról szóló törvény, mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, a gyógyítás, miért van az, hogy Jézus jót tesz valakivel, és ez mégis haragot, gyűlöletet vált ki ellenfeleiből. Jól ismertek ezek a témák, de nem biztos, hogy jól értjük őket. A katolikus kultúránknak, hitoktatásnak, a Bibliának köszönhetően a farizeusokról könnyen lehet, hogy téves képet alkotunk. Az evangéliumok alapvetően Krisztus ellenfeleiként, negatív szereplőkként mutatják be őket, és természetesen az evangéliumok nem tévednek. De ki volt egy farizeus Jézus korában? Mi a képmutató szóra használjuk gyakorlatilag szinonimaként, és Jézus ostorozza őket a képmutatásuk miatt. De mégis, ha megnézzük a farizeusokat, a farizeusok életét, azt látjuk, hogy nagyon komolyan vették a vallást, nagyon komolyan vették az Isten törvényét. Ők voltak azok, és ezt maga Jézus mondja, hogy megtartjátok a törvényeket, tizedet adtok mindenből. Farizeus Lukács evangéliumában, amikor a beképzelt imáját mondja a templomban, tizedet adok mindenből, heti kétszer böjtölök. Jézus nem azt veti a szemére, hogy ez nem igaz, hazudsz. A farizeusok ezt valóban megtették. A vallás gyakorlásnak a magas fokán voltak. A probléma ott volt, hogy amíg a törvényeket aprólékosan betartották, a törvény értelmét vesztették szem előtt. Már az Ószövetségben ott van, hogy szeresd Istenedet, szeresd a másikat, szeresd a fele barátodat. A mai evangéliumban pedig itt van egy szenvedő felebarát, akinek béna a keze, és tudják, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. De őket nem az érdekli, hogy meggyógyuljon ez a felebarát, hogy jobb legyen az élete, hanem hogy Jézus bűnt követel, tesz-e olyat szombaton, amit az ő törvény értelmezésük szerint nem szabad. A törvénynek valahol az lenne az értelme, hogy mutassa az Istenhez vezető utat. A farizeusok megtartották a törvényt, de mégis amikor az Isten maga állott előttük, nemhogy nem ismerik fel, de még el is ítélik, hogy az Isten maga, aki a törvényt hozta, nem érti és nem tartja meg a törvényt. Ez tehát a farizeusi magatartással az igazi probléma. Ez a majd én saját erőből jó leszek hozzáállással az igazi probléma. Nem látni a saját tévedés, nem látni a saját gyengeséget, mert úgy tűnik, hogy én vagyok az, aki megteszem a törvényt. Én vagyok az, és itt térek át magunkra. Én vagyok az, aki jó katolikus vagyok. Nem látom, hogy valóban szükségem van az Istenre, hogy ő az, aki meg tud menteni, mert én nem tudok jó lenni magamtól. Szó nincs arról, hogy a farizeusok annyira jók lettek volna. A törvényt megtartották, de a törvény értelmét, a másik ember szeretetét még csak fel se ismerték, nemhogy nem tartották meg. Krisztus máshol mondja nekik az evangéliumban, hogy nem értettétek meg, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem arról van szó, hogy mi tökéletesek legyünk saját erőből, mert ha ez lehetséges lenne, Krisztusnak nem kellett volna eljönnie.
itt van másik oldalról ez a bénakezű ember, vagy bármelyik gyógyítás, akinek van valami problémája, és Krisztushoz fordul. Mert ilyen értelemben segíti a betegség felismerni, hogy itt van egy betegség, amit én nem tudok meggyógyítani, az, amit nekem nincsen hatalmam felette. Szükségem van Krisztusra. Az igazi cél pedig az, hogy ezek által felfedezzük, hogy nem csak a betegségbe, nem csak a munkába, hanem a lelki életbe, a keresztényé válásba is szükségünk van Krisztusra. Ő az, aki meg tudja adni nekünk a valódi keresztényé válást, a valódi örök életet. Ő az, aki meg tud szabadítani minket a farizeusi magatartástól. Kérjük a mennyei atyát, adja meg, őrizzen meg minket ettől a gondolkodásmódtól, hogy mindig láthassuk, mennyire szükségünk van rá, és milyen nagy ajándékokat ad nekünk.